Január 1-től bővül, további 10 tevékenységi körben kell online pénztárgépet használni. A kisgyerekek felének rossz a foga 3 év alatt, fogászati egészségnap a Pécsi Klinikán. Magány és reménytelenség karácsonykor, megnő a bajba jutottak száma az ünnepek alatt. 109 fellépő, 6 helyszín, második alkalommal rendeznek Made in Pécs fesztivált. Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. 10 új tevékenységi körben lesz kötelező az online pénztárgép használata 2017. január 1-től. Ilyen például a taxizás, a diszkós, a fitness vagy a plasztikai sebész tevékenységi kör. Az új gépek megvásárlásához támogatást nyújt az állam, ehhez első lépésben egy regisztrációs kódot kell az adózóknak igényelniük, mondta Adópercek című műsorunkban Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Aki elektronikus úton kéri meg ezt a regisztrációs kódot, ő 5 napon belül meg fogja kapni, aki pedig papíralapon, ő pedig 8 napon belül postán, tehát a kereskedőnek átadja, és úgy valósul meg a támogatásnak a kifizetése, hogy a végszámlából ennyivel kevesebbet kell fizetni. Vonzóbb lett a pedagógusi pálya, az elmúlt években növekedett a képzésre jelentkezett és felvett hallgatók száma, mondta az oktatási államtitkár. Palkovics László szerint ez többek között annak is köszönhető, hogy számos támogatást, ösztöndíjat adtak, valamint az életpályamodell kidolgozása is felértékelte a hivatást. Beszélt arról is, hogy továbbképzésüket is szeretnék fejleszteni, az ugyanis nem jó, hogy a pedagógusok maguk döntik el, milyen tanfolyamra akarnak menni. Úgy véli, az adott iskola közösség jobban látja, hogy az érintetteknek milyen kompetenciákra és azokhoz milyen továbbképzésre van szükségük. Idén 60 éves Uránváros, mert 1956. októberében adták át a városrész első épületét. Ebből az alkalomból szerdán emléktáblát helyeztek el a háznál. A városrész fejlődése máig nem állt meg, nemrég épült a Szilárd Leó Park, és a Mecsekáruház környékét is felújították. Ez itt Uránváros legelső lakóépülete. 1956-ban húzták fel, és már ebben az évben beköltöztek a lakók. Közülük is elsőként a Banó házas pár. Első emelet, ez a második ablak főfelé. Az volt a lakás. Két szobás. Fürdőszoba. És két szoba nyugatra néz az erkélyes. Hát nagyon jó érzés volt albélet után egy két szobás parkettás lakásba bekerülni. 14 évig éltek a Hajnóci utca 5-ben. Itt nevelték fel gyermekeiket. Ma, 60 évvel később, egy emléktábla avatására jöttek el ismét egykori otthonukhoz. Pécs múltjában a bányászat tette lehetővé, hogy több lakótelep megépülhessen, mondta az ünnepségen Uránváros önkormányzati képviselője. Először a város keleti részén a szénbányászoknak építettek lakásokat. Az 50-es években megjelent az uránbányászat. Ekkor kezdődött meg Uránváros, a nyugati városrésznek is egy igen intenzív fejlesztése, amelynek a különlegessége, hogy magyar tervek alapján, magyar mérnökök tervei alapján magyar embereknek készítettek egy olyan várost, egy olyan városrészt, ami mai napig megállja a helyét a többi városrész között, sőt, hogyha az ilyen társasházi lakóövezeteket nézzük, én úgy gondolom, hogy ki is emelkedik. Napjainkban a helyi terek és zöld területek fejlesztése került középpontba. Az utóbbi években megújult a városrész legnagyobb parkja és több játszótér is. Széklábbal verte meg élettársát egy férfi Pécsen, írja a polisz.hu. A gyanúsított és a sértett uránvárosi lakásukon szólalkoztak össze, ekkor a férfi többször arcon ütötte párját. Emiatt ő elvesztette az egyensúlyát és ráesett egy kis asztalra. Később a vita tovább folytatódott, majd amikor a férfi a konyhában leült egy székre, az összetört alatta. Ekkor megfogta a kitört széklábat és azzal bántalmazta a nőt. A sértett kedden tett feljelentést a rendőrségen, ezt követően el is fogták az 50 éves gyanúsítottat. Ellene súlyos testi sértés kísérlete miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. Becslések szerint már 1 és 3 éves kor között a gyerekek felének van fogászati problémája, miközben a jelenlegi rendelkezések értelmében a kisgyermekek rendszeres fogászati szűrővizsgálata 3 éves kortól kötelező.
A fogszúvasodás megelőzése érdekében azonban már korábban szükség van a helyes szájhigién és fogápolási szokások elsajátítására. Ennek érdekében az Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikája egészségnapot szervezett az 1-3 éves korosztály számára szerdán. Itt felhívták a szülők figyelmét, mit kell tenniük azért, hogy egészséges fogaik legyenek a gyerekeknek. Fogorvosi szűrésre érkezett a 3 éves Laura apukájával. Korábban már voltak vele szakembernél. És van valami konkrét panasz, hogy Nincs. Hát van egy foga, ami nem tudjuk, hogy miért kilukat. Kezelítettem, és mondtam neki. Laura esete nem egyedi. A magyar gyerekek gyakran kerülnek fogorvoshoz 1 és 3 éves koruk között fogszúvasodás miatt. Becsléseink szerint ezeknek a gyerekeknek a fele, de az egyharmada egészen biztos fogászati kezelésre szorulna, ha előkerülne, és a fogorvos láthatná őket. Nincsenek erről mérések, sem Magyarországon, sem európai országokban, nem találunk rá valós és valid statisztikai méréseket. Elsősorban a szülőknek kell információkat adni, hogyan kell ilyenkorban helyesen táplálni a gyerekeket. Hideg ivóvízen kívül minden tartalmaz cukrot vagy savat. Most innentől, ha valaki józan észre végig gondolja, vízen kívül akármilyen más innivalót ad egy gyereknek, abban cukor van. Márpedig a cukor a fogát elrontja. Úgyhogy ezt józan paraszti észre végig kell gondolni, és ez szerint meghozni azokat a döntéseket, hogy a gyerekeket hogy tápláljuk. Nem teljes cukor megvonás kell, hanem megfelelő szájápolás, hogy ne alakuljon ki fogszúvasodás. A korai betegségek hatásai később is befolyásolják a gyerekek egészségét. A fogakból kiinduló gyulladás, ha gyulladás van, az is, mivel alatt a tejfogak alatt helyezkednek el a maradó fogcsirái, az egyrészt már hatással lehet rá, zavarhatja a fogfejlődésben, főleg az ománcnak az érését, illetve az ománcnak a fejlődését, illetve a másik oldal a korai fogeltávolítás, a korai tejfogeltávolítás később helyhiányhoz vezethet a maradó fogazatban, ami fogszabályzási problémát jelent. Ezért kell minél hamarabb felfedezni a fogászati betegségeket. Sajnos már 1-2 éves gyerekeknek is komoly kezelésre van szükségük, amit altatásban végeznek. A tejfogtömések azok, amik az elsődlegesek, illetve frontterületen gyakrabban koronákat is készítünk a fogakra. Ezek azonnal a székben készülnek el, illetve kicsi súlyosabb esetekben már a fogbél is kezelésre kerül. Az ilyen esetek elkerülésére szerveztek szűrőnapot az 1 és 3 éves kor közötti gyerekeknek a Pécsi Fogászati Klinikán. A gyerekek fogbetegségeit nyilvántartásba vették ahhoz a felméréshez, amit ebben a korosztályban végeztek a magyar orvosok. Ezek alapján szeretnék majd elérni, hogy már 3 év alatt is kötelező legyen a gyerekek fogorvosi szűrése, kezelése. Pécsen mintegy 30 kisgyerek jelent meg a szűrőnapon. Bár támogatott gyógyszert 772 000 cukorbeteg váltott ki 2014-ben, az érintettek valós száma ennél jóval magasabb. 1 milliónál biztosan több az országban, mondta a Magyar Diabétesz Társaság elnöke. Kempler Péter kiemelte, 15 év alatt 70%-kal nőtt a diagnosztizáltak száma. 94%-uk kettes típusú cukorbetegségben szenved, ők általában tünetmentesek. Az érintettek jelentős részének nem megfelelő az egészségtudatossága, hiszen nem optimálisan tartják be az előírt diétát, tette hozzá a szakember. Megszaporodnak a telefonhívások a Pécsi Lelki Segélyszolgálatnál a karácsonyi ünnepek alatt. Akár 20-25 segélykérés is érkezik szenteste éjszakán. A szakember azt mondja, a reménytelenség érzése az évnek ebben az időszakában a legerősebb, ezért várják a bajba jutottak hívását ingyenes telefonszámukon. Ajándékcsomagok az áruházak polcain, a legtöbben már karácsonyra vásárolnak a boltokban. Mégis ilyenkor keresik fel a legtöbben a lelki segélyszolgálatokat. A szakember azt mondja, nem az ajándék pénzbeli értéke számít. Azzal tudunk igazán örömet szerezni, ha az ajándékaink személyesek, személynek szólónak. Ez viszont oda kell figyelni a másikra, a gyerekeinkre, a szüleinkre, és ez egyre nehezebben megy. A figyelem pedig a legintenzívebb szeretet kifejezés, és ebből van a
kevesebb. Az ajándékozással, pénzzel megvett szeretet pedig visszaüt, és sokszor a karácsony fa alatt törnek ki a legnagyobb veszekedések. Ez a csalódottság vált ki sokszor reménytelenségérzést, amivel nem tud megbirkózni az ember. Amikor igenis kell valakinek a segítséget kérni, valakinek elmondani, aki nem ismer minket, és anonim módon, de mégis a másikra odafigyelő személyes beszélgetés révén a lelki elsősegély telefonszolgálatunkban nagyon is segített átvészelni ezt a nehéz időszakot. Bármennyire is várjuk, minél jobban várjuk, annál több csalódottságot okoz a karácsony. Ekkor fordulnak a legtöbben a telefonos lelkisegély szolgálathoz. A legnehezebb az éjszakai időszak a bajba jutottaknak. Este 7-től reggel 7-ig működik, és pont azért, mert ezek a hívások, a fájdalmunk, a magányosságunk, a ránk szakadt, egyedül vagyunk, senki nem szeret és nem ért meg minket érzés, az általában éjfél és éjfél után erősödik föl, azért, mert akkor kiderül, hogy nem tudunk aludni, álmatlanul forgolódunk, és egy ilyen éjszaka akár 20-25 hívás is befut. A pécsi SOS Élet telefonszolgálat ingyen hívható. A 0680 505 390-es számon várják a segítők, hogy felkeressék őket, akár név nélkül is. Csütörtöktől 3 hétre életbe lép a Tettye Forrásház ZRT ünnepi moratóriuma, áll a cég közleményében. A vízszolgáltató a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is felfüggeszti az esedékes korlátozásokat december 15-től január 5-ig. A jogszabályok alapján azoknál a felhasználóknál, akik többszöri felszólítás ellenére sem rendezik díjhátralékukat, korlátozhatják a vízszolgáltatást, ezért a társaság szakemberei az idei évben mintegy 750 fogyasztási helyet kerestek már fel. 3 hétig azonban felfüggesztik ezt a tevékenységet, hogy a nehéz helyzetbe került ügyfelek számára is zavartalanul telhessen a karácsony és a szilveszter. Második alkalommal rendezik meg a Made in Pécs Fesztivált 2017. január 7-én. A rendezvény 6 helyszínen zajlik 109 pécsi együttes részvételével. Délelőtt 10 órától este 10 óráig szólnak majd a 20 perces koncertek különböző zenei stílusban. 109 pécsi együttes, 6 helyszín és több órányi szórakozás. Így jellemzik a második Made in Pécs Fesztivált. A rendezvényt 2017. január 7-én tartják, ahol olyan pécsi zenekarok léphetnek fel, akiknek eddig nem volt lehetőségük profi körülmények között zenélni. Minden nagy név is jelen lesz, de fontos kihangsúlyozni, hogy ez általában az összes fesztivál a nagy nevekről szól. Ennek pontosan az a lényege, hogy ez ne így legyen. Szóval nincsen bennünk arra vonatkozó kényszer, hogy a nagyok legyenek jelen, akik jelen lesznek, ők is reggel 10-kor fogják elkezdeni, pontosan amiatt, hogy így az alázatukat mutassák a többi még be nem futott, vagy a pályája jelen lévő zenekar felé. Délelőtt 10 órától este 10 óráig több helyszínen egy időben szólnak majd a 20 perces koncertek. Új elemként szélesebb szakmai figyelmet irányítanak majd a fesztiválra. A szervezők szerint még sehol a világon nem volt ilyen jellegű rendezvény, ahol stílustól függetlenül játszhatnak a zenekarok. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, lépcsőfok lehet azoknak a zenekaroknak, akik talán még nem is voltak eddig közönség előtt, hanem csak a próbaterem sötétjében működtek, hogy milyen az kilépni a színpadra. Ennek a legfontosabb része ez, illetve az, hogy magának a városnak, illetve adott esetben az országnak megmutassuk, hogy Pécset egy ilyen lüktető, élő zenei világban. Jöjjenek el, nézzék meg, és tegyenek egy próbát. Néhány éven belül a Made in Pécs Fesztivált egy országosan is fontos zenei eseményé szeretnék tenni a szervezők. Ez pedig további turisztikai vonzerőt jelent a város számára. Védjegy bevezetésével tenni népszerűbbé a halfogyasztást Magyarországon a Földművelésügyi Minisztérium, írja a Magyar Idők. A szaktárca úgy véli, a rendszerrel könnyebbé válhat a vásárlók dolga, hiszen így biztosak lehetnek abban, hogy a kínált áru minősége kifogástalan, valamint megfelel az élelmiszerbiztonsági és a nyomon követhetőségi előírásoknak is. A magyarországi halfogyasztás egyébként az egyik legalacsonyabb az Unióban. Még tavaly a tagállamokban átlagosan 24 kg jutott egy főre, addig hazánkban ennek csupán negyede. A lap úgy tudja, a tervek szerint az első védjegyes kopoltyúsok és feldolgozott termékek jövő karácsonykor juthatnak a piacra. Mozgalmas és sikeres évet zárnak a pécsi tornászok. A korábbi Pécsi Torna Egyesület tavaly beolvadt a PSN ZRT-be.
A fúzió óta érezhető a sporták fellendülése. A tornászok a közeljövőben új csarnokot is avathatnak. Az évzáró gálát az Expo Centerben tartották. Tavaly július elején jelentették be, hogy mintegy 120 millió forintos beruházás keretében szertorna termet alakítanak ki Pécsett. A termet a tornászok még nem vették át, ennek ellenére is sikeres évet zártak az idén. A szakemberek bíznak abban, hogy az infrastruktúrális fejlesztés az eredményekben is meglátszik majd. A korábbi Pécsi Torna Egyesület csoportjai és edzői tavaly augusztus 1-e óta a PSN ZRT-t erősítik. Az idei évet csak dicsérni tudom, és szinte meglepetésként hatott, és nincs kizárva, hogy ez az olimpia hatása is. Rengeteg gyerekünk van, tehát itt 5 helyszínen, 5 edzővel, itt hát szűke, majdnem 200 gyerekkel foglalkozunk. A hagyományos évvégi torna gálát az Expo Centerben tartották, ahol bemutatkozott a szakosztály minden csoportja az óvodásoktól a középiskolásokig. A gimnazistákból álló csapat a diákolimpiai gyakorlatát mutatta be a gálán, de ők már a pontozásban is segítettek. Most volt nemrég egy Veszprémbe versenyünk, szeretnénk első helyre menni. Reméljük, hogy sikerül most. A torna diákolimpia februárban kezdődik. A pécsi gyerekektől ebben a tanévben is érmes helyezést várnak az edzők. Javult a magyar lakosság biztonságérzete az elmúlt 3 évben, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Míg 2013-ban a megkérdezettek 65%-a, 2016-ban már 75%-a mondta azt, hogy biztonságban érzi magát sötétedés után az utcán. A Nyugat-Dunántúlon kiugró a magas a szám, itt a válaszadók 85%-a nem fél a közterületeken, ezzel szemben Észak-Magyarországon csupán 33%-uk. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. 15%-os béremelést követel a szakszervezeti szövetség a versenyszférában. A gazdasági szakemberek szerint nem reális ez a szakszervezeti követelés, mert a kis- és középvállalkozások nem tudnak kitermelni ekkora bérnövekedést, ráadásul számos negatív hatást, így például áremelkedést és elbocsátást idézne elő. A Magyar Szakszervezeti Szövetség számításai szerint ma 88 ezer forint kell ahhoz, hogy egy dolgozó meg tudjon élni. Ez 2018-ra el is érik a 15%-os minimálbér emeléssel. Nagyon sokan nem keresnek 146 ezer forintot nettóban, hanem inkább az a jellemző, hogy minimálbérves foglalkoztatáson, ahol 75 ezer forintot keresnek az emberek, az pedig csak tényleg a túlélésre elegendő. Most pedig arról szólnak a hírek, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség a teljes versenyszférára vonatkozó 15%-os béremelést követel. Az a járulék csökkenés, amit a kormány biztosított, az az 5%, biztos tudja, az a minimálbér emelését fedezi. Ezt már Fischer Sándor mondja. Az Iparkamara megyei vezetője a szakszervezeti követeléssel nem ért egyet. Abszolút nem tartjuk reálisnak, hiszen a mai magyar gazdaság erre nem tud nyújtani fedezetet. A termelékenységünk egyharmada a nyugatinak, és elsősorban a KKV szektorban van gond, hiszen itt az automatizálás, a robottechnika még nem tud előrelépni, hiszen nem erről szól a KKV szektor, és így gyakorlatilag ez a 15%, ez kitermelhetetlen a vállalkozók részéről. Évente 3-5%-kal emelkednének a bérek a versenyszférában. Ez Fischer Sándor szerint idén sem lesz másként. Főleg a kereskedelem és vendéglátás területén lehet magasabb bérre számítani, ahol nagy a munkaerőhiány. Nem véletlen, hogy ilyen alacsonyak a bérek, azért alacsonyak a bérek, mert alacsony a termelékenység. Az építőipar területén tevékenykedő Aliszka Bau gazdasági vezetője szerint sincs gazdasági realitása a teljes versenyszférára vonatkozó 15%-os béremelésnek, ami szerinte számos negatív hatást gerjesztene, jelentősen nőne az infláció, és sok embert elbocsátanának a gazdasági szakember szerint. Olyan mértékű béremelést lehet megvalósítani a versenyszférában, amekkora termelékenységnövekedést tudunk, vagy tudnak elérni a cégek. Egyébként az Aliszka Bau fog 15%-nyi bért emelni, de azt gondolom, hogy nagyon sok kis cég ezt nem tudja megengedni magának. Az Aliszka Baunál a fizikai dolgozók már január 1-től, az alkalmazottak április 1-től számíthatnak több bérre. Télen is teltház van a balatoni szállodákban. Az adatok és a tapasztalatok szerint már nem csak belföldiek pihennek szívesen hazánkban. Októberben a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma közel 20%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
A Balatonhoz főként osztrák és német turisták érkeznek. Egy darab kártyát adok a 402-es szobához, a folyosó végén találja a liftet, a 4. emeleten lesz a szoba. Vacsoránk 6 órától 8:30-ig fogyasztható, a reggelünk 7 órától 10 óráig, itt a szemben található étteremben. Wellness részlegünk a B1-es szinten van, reggel 7 órától este 9 óráig van nyitva, és itt a bal oldalon egy kávézót talál, ez reggel 8 órától este 10 óráig van nyitva. Szinte folyamatos a teltház ebben az Amárdi 4 csillagos szállodában. Mostanra már nem csak nyáron, de télen is egymást váltják a modern komplexumban a turisták. Nagyon sok a külföldi, jellemzően osztrák vendég, mondja Kis Anna Mária marketing vezető. Külföldiek szempontjából nagyon vonzó, hogy kedvező árértékarányú szolgáltatásokat tudnak megkapni. Azt gondolom, hogy a magyar wellness szolgáltatások igen fejlettek, és nyilván távlatilag, hogyha ez medikál egészségtanácsadási szolgáltatásokkal tud bővülni, akkor ennek az aránya meg tud nőni. A magas szintű szolgáltatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hotel télen-nyáron teljes kihasználtsággal tud működni, vélekedik a szakember. A szálloda a magyar vendégek kedvelt úti célja, ők elsősorban Széchenyi pihenőkártyával fizetnek. Főleg szerintem a 4 csillag fölötti szállodák érzik, hiszen azt gondolom, hogy legalább egy kategóriával feljebb választanak az emberek, hiszen a keretük elköltendő, tehát ez irányban felhasználható. Így még hogyha ez pénzben, saját büdzséből kellene elkülöníteni, akkor lehet, hogy nem különítenek el ekkora összeget, mint amit szépkártyában lehetőségük van erre ráfordítani. Egyre gyakrabban fizetnek szépkártyával. Októberben mintegy 1,1 milliárd forintot költöttek el így módon a magyarok kereskedelmi szálláshelyeken. Az első 10 hónapban a kártya felhasználási értéke 3%-kal nőtt. Ez 16,1 milliárd forintot jelent. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egyre többen pihennek hazánkban, ez a tapasztalat ebben a balatoni szállodában is. Évente 400 ember hal meg méhnyakrákban, mintegy 1400 nő betegszik meg Magyarországon, és mintegy 10 000 méhnyakrák megelőző műtétet végeznek el, pedig a ráknak ez a fajtája ma már védőoltással az esetek többségében megelőzhető. 2014 óta a 12. életévét betöltött 7. osztályos lányoknak ingyen jár a méhnyakrák megelőző vakcina, amit idén december 16-áig lehet igényelni. A gyerekorvos szerint van, aki megérti, hogy itt a megelőzés életet menthet, de vannak olyanok is, akik még ingyen sem kérik gyermeküknek a védőoltást. Mind az agyhártyagyulladás, mind pedig ez a vérmérgezésszerű, orvosi néven szepszisnek nevezett betegség a ma már elérhető védőoltásokkal nagyon jól megelőzhető. Ezt még idén februárban nyilatkozta a Tolna megyei Balassa János Kórház gyermekosztályának vezetője, annak a 2 éves gyermeknek halála kapcsán, akiről elterjedt, hogy agyhártyagyulladásban hunyt el, holott utána bebizonyították az ellenkezőjét, bár a korokozó ugyanaz a baktérium volt. Az eset után sokan jelentkeztek védőoltásért a gyermekorvosoknál. Győri Gábor szexádi gyermekorvos szerint azonban nem akkor kell elkezdeni a védekezést, amikor közel a veszély. Hozzátette, sokan azért nem adatják be gyermeküknek, mert drága. Nekik nagy segítség, hogyha a 30 000 forintos védőoltást 2014 óta az állam ingyen adja a 12. életévet betöltött 7. osztályban járó lányoknak. A védettséghez 3 oltás szükséges, az esetek többségében, kivéve a 12. életéveseknek, nekik 2 is elegendő, magyarázza a gyermekorvos. Ez nem hölgyek vagy lányok védőoltása. A humán papilloma vírus nem csak nőgyógyászati betegségeket, méhnyakrákot, hanem egyéb olyan rosszindulatú és nemi fertőző betegségeket is tudnak okozni, amelyek szájban, garatban, gégében fordulnak elő, tehát a védőoltás fiúk, illetve férfiak esetében is javasolt. A gyerekorvos szerint van, aki erre áldoz, mert megérti, hogy itt a védőoltás életet menthet. De vannak olyanok is, akik még ingyen sem kérik gyermeküknek a védőoltást. Ezt visszaigazolta Medina polgármestere is. Hiszen 2014 előtt a falu is ingyen adta a vakcinát ennek a korosztálynak. Amikor a HM támogatást megkaptuk a minisztériumtól, hogy a 3D-s lokátorhoz,
akkor a testület eldöntötte, hogy egy bizonyos összeget arra fordít, hogy megvédje a gyermekeinket ettől a súlyos betegségtől, mivel még az oltás is sokkal olcsóbb, mint az utána levő kezelés. Itt 17 fiú és 17 lány lett beoltva abban az időben. Az igény még most is jelentkezhető egyébként a körzetorvosnál, hogyha szeretnék beoltani, és nyilván most is fogja támogatni az önkormányzat. Évente 400 ember hal meg méhnyakrákban, és mintegy 1400 nő betegszik meg Magyarországon, és körülbelül 10 000 méhnyakrák megelőző műtétet végeznek el. Pedig a ráknak ezt a fajtáját ma már védőoltással az esetek többségében megelőzhetnék. Lezárult a Dél-Balatoni szennyvíz projekt, már a Somogytúri agglomeráció településein is elhárult az akadálya fejlesztések elől. A beruházásnak köszönhetően ugyanis már ez a térség is megfelel a Balaton törvénynek. 10 évig a csatorna hálózat hiánya miatt rekedt meg a fejlődés. A közel 20 milliárdos projekt 100%-os támogatást élvezett, így a lakóknak nem kellett hozzájárulást fizetniük a rákötésért. Somogytúr, Látrány, Visz, Gamás és Somogybabod egy évtizedes álma vált valóra a most záruló szennyvíz projekttel. Gyakorlatilag most a somogytúri agglomerációról beszélünk, azonban ez a zárás mindegy 18 milliárdos projektnek a zárása, ami 18 települést és az egész Dél-Balatont érinti. Így ezen a területen mind az 5 agglomerációban sikeresen lezártuk a projekteket. Itt a somogybabodi területen mintegy 4000 főt, 1500 bekötést, és hát ezt az 5 települést érinti. A beruházás része volt a Dél-Balatoni szennyvíz projektnek, amely közel 10 évvel ezelőtt kezdődött. Az akkori együttműködő partnerek közül azonban kivált 2 település, és így veszélybe került a Somogytúri projekt is. Végül 2013-ban tudták újraindítani a fejlesztést. 5 kisebb agglomerációban mégis elkezdődött és tetszhalott állapotából újraindult a tervezés, az előkészítés, sikerült a 75%-os támogatási intenzitást 100%-ig felhúzni, és eljutottunk odáig, hogy ez a közel 20 milliárdos beruházás ez mára megvalósulhatott és szolgálhatja az itt élők és az ide látogatók kényelmét. Valamint a térség fejlődését, hiszen ez a terület is a Balaton törvény hatája alá tartozik, ami azt jelenti, hogy eddig a kiépített szennyvízhálózat hiány építési engedélyt sem adhattak ki, de a megye szempontjából is meghatározó ez a beruházás, mondta a megyei közgyűlés elnöke. Somogy megye szempontjából pedig azért fontos, mert ezzel a beruházással a falvak 60%-a csatornázott lett. Ez egy nagyon nagy szám, de ebből következik az, hogy még azt a 40%-ot is meg kell oldani, hogy gyermekeinknek és unokáinknak tisztán adjuk át a földet. A beruházás részeként Siófokon új szennyvíztelepet létesítettek, 18 településen pedig csatornahálózatot építettek ki. Ráadásul a lakosság számára nem jelentett anyagi megterhelést a csatornahálózatra kötés, hiszen ingyenesen csatlakozhattak rá a rendszerre, hangzott el a projekt záróm. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Január 1-től bővül, további 10 tevékenységi körben kell online pénztárgépet használni. A kisgyerekek felének rossz a foga 3 év alatt, fogászati egészségnap a pécsi klinikán. Magány és reménytelenség karácsonykor, megnő a bajba jutottak száma az ünnepek alatt. 109 fellépő, 6 helyszín, második alkalommal rendeznek Made in Pécs fesztivált. Csütörtök reggel keleten, északkeleten hószálingózás még előfordulhat, napközben észak felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet. A szél elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, reggelre középen és nyugaton többfelé párra köd képződhet, hajnalban 0-2, délután 2-4 fok várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, viszontlátásra!